Így kerek a világ esélyegyenlőségi nap volt az Adiban május 5-én, az esemény házigazdája pedig Szalai Kriszta, színész, író, producer volt, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióba, szervusz. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Műsor után föl tudtalak gyorsan csalni. Mi volt ez a nap, mi történt ma, mert ezzel nem árulok el titkot, hogy közvetlenül a műsor után, vagy közvetlenül a nap végén beszélgetünk. Igen, hát azt mondhatom boldogan, hogy most már ez egy visszatérő, egy hagyományá vált program. Délelőtt zajlik, tavaly is ugyanígy volt iskolákban, különböző iskolákból érkeztek gyerekek, és kapcsolódhattak fogyatékkal élő emberekkel, megláthatták, hogy a fogyatékkal élőség, vagy ez a szó, mit is rejt? Azt biztos nem rejti, hogy nincsenek képességek és tehetségek mögötte, ugyanis fantasztikusan tehetséges embereket láthattak, Napsugár Annát, aki más szinte meg is tanította a gyerekeket a jelnyelvre, bevonta őket a jeltáncba, a Paradance Company-t látták, tehát mozgássérülteket láthattak táncolni, de nem látó vak zenészeket és énekeseket is láthattak. Úgyhogy elképesztő volt, kérdeztem a gyerekeket, hogy hogyan érkeztek, szorongva vagy nem szorongva. Még ezt sem merték mondani, de aztán volt, aki elárult, hogy igen, szorongva jött, mert most fogyatékkal élőket fognak nézni, az milyen. Tehát szorongva jöttek, de talán úgy távoztak, vagy hogy láttad, hogy hogy távoztak? Megkérdeztem őket, nem csak láttam, nem hagyatkoztam csak a szememre és a szívemre. A szívem érezte, hogy feloldottak gyönyörűséget. Tényleg én nem szoktam sírni, a fogyatékkal élőket simán elfogadom, tehát ez nekem rendben van, de megkönnyeztem azt, amilyen oldottan aztán mentek haza, és feldobódva a gyerekek. De megkérdezted, akkor mit mondtak? Azt mondták, hogy felszakadt a gát. Úgyhogy ez boldogság. Neked régóta a küldetésed pont ez az, hogy elfogadjuk egymást, hogy a fogyatékkal élőket elfogadják, akik nem fogyatékkal élnek, és felteszem, ez vice versa is igaz lehet akár, és erről szól a kapcsolda programod is, tehát akkor ez szépen illeszkedik ebbe az egészben. Igen, erről beszéltem is a gyerekeknek, ugyanis tehát a nézőknek, ugyanis az egyik csapatban Napsugár Anna a jeltáncos csapatában volt egy dangos kislány, aki az előadásuk után lejött a színpadról, hogy ő megöleljen engem, mert ő ős kapcsolódás, tehát 2008-ban indult a program. Különböző programok segítségével ismerkedhetnek meg az egészségesek. Tehát nem csak nézhetik a fogyatékkal élőket, hanem programokkal kapcsolódhatnak össze, és vendégül látják a fogyatékkal élő gyerekeket. És itt már Újpesten két iskolában volt. Sajnos nem hagyomány, csak egyszer-egyszer letudták, de 101 iskola már megvalósította, hogy vendégül. Akkor ez 7 éve megy, hogyha... 7 éve, igen. Most és 7 éve töretlenül is töretlenül bizonyos helyeken. Igen, például Óbudán 7 iskola vetésforgószerűen évente 4-5-ször csinálja. Üzenem az újpestieknek, hogy keressenek és kapcsolódjanak az egymivel az újpesti vagy speciális iskolával. Miért kezdtél te ezzel foglalkozni? Miért vált ez ilyen fontosabb? Bár sok embernek válna ilyen fontosabb, mint neked, de hogy jött ez, hogy sikeres színésznőként sokat dolgozva váltottál erre felé? Nem váltottam, ez az életem része. Én 18 évesen dolgoztam 2 évig egy akkor elmegyógyintézetnek hívták. Egy intézetben, ahol mindenféle szintű sérüléssel éltek. Tehát belekerültél gyerekek. Én igen, elmentem tanítóképző mellett dolgozni, éjszakánként, meg délutánonként, és amikor kivittem őket az utcára, akkor messze kerültek minket. Tehát megtapasztaltam azt, hogy milyen félelem van. Mama tolta a kisbabáját, és így áttolt az utca túloldalára, mert szorongott tőlünk, meg szégyen volt velünk mutatkozni. És ez 18 évesen érdekes érzés volt, hogy nekem ez meg tök természetes. De természetes volt neked azelőtt is? Mielőtt bekerültél volna ebbe a közönbe? Persze, beléptem oda, és mintha otthon lettem volna. Ez tök természetes. Ugyanis ők semmi más nem tudnak alapból, aki olyan szintű fogyatékkal élő, mint szeretni. És ezt meg mi nem merjük. Tehát az, hogy rögtön megöleljünk valakit, ez ilyen mit ölelgetezi? Tehát, hogy náluk ez meg annyira természetes, hogy jönnek boldogan, ma is voltak itt az egymiből, és az egyik dagnos kisfiú, kérdeztem ugye, hogy hogyan jöttek, én örömmel. Tehát, hogy nekik nincs gát, ami bennünk van. Meg nincsenek ilyen konvenciók, amiket meg kell tennünk, nem? Ők ezeket gondolom nem érzik. De szerinted mitől van az, hogy miért megyünk át a másik oldalra? A félelemből, vagy attól félünk, amit nem ismerünk?
Igen, hogy meg ne kapjuk, meg hát ha a társadalom nyitott lenne, vagy majd nyitott lesz egyszer csak, akkor nem fognak attól félni, hogy ők nem kapnának segítséget, ha ilyen helyzetben lennének. Mert gyakorlatilag ez a kirekesztettségtől való félelem. Hogyha én vele barátkozom, akkor én, nekem volt is ilyen egyébként, tanítóképzőn, ugye éjszakás voltam, és akkor ott aludt velem egy barátnőm. És aztán mondta, hogy ő most megundorodott tőlem, mert hogy látja, hogy engem puszilgatnak ezek, és hogy úristen. Tehát tulajdonképpen az egészségesek attól is félhetnek, hogy őket ezáltal majd kirekesztik. De közben... Komolyan mondod ezt, hogy ez így volt? Igen. Ő azóta nincs. Furcsa dolgokat tudunk produkálni amúgy ilyen szempontból, ahogy az ismeretlenről nem nagyon merünk beszélni. Szerinted ez mennyit változott az elmúlt időben, vagy változott egyáltalán? Biztos, hogy változott, mert külföldről sok minden jött be. Tehát mi azért tanulékonyak vagyunk, tanulóképesek vagyunk. Azért kezdtem el a kapcsolatát egyébként, mert hogy írtam az És a 8. napon című darabomat, amelyben egy dangos kisfiúval játszottam, és őt mikor kísértem vissza az intézetbe, akkor még mindig elkaptam pillantásokat az utcán, sőt, ilyen idősebb néniktől, és akkor döntöttem el, hogy a kapcsolatára szükség van. Tehát fiataloknál kell elkezdeni a lelki nyitogatást. Úgyhogy tulajdonképpen ezért csinálom én ezt folyamatosan, de szerintem sokat változott. Változott azért, mert a fogyatékkal élő gyermekek szülei is változtak. Nyitottak lettek. Igen, elmerik vinni a gyerekeiket, ami egy nagy lépés, nagy döntés, elmerik vinni egy étterembe, színházba, bárhová. Ebben rengeteg program segít. Nagyon segít a Down Alapítványnak a mozgalma, hogy minden március 21-én most már a Víg Színházban van Down Nap. Tehát ezek mind-mind csodálatosan tanítanak minket. Amikor és a 8. napon ti játszottátok, ott is érezted utána a hatást? Tehát az is változtathatott, amennyire ez ugye fölvezeti azt a kérdést, hogy változtathat-e a színház életünkön, a gondolkodásunkon. Változtatod, persze, hogyne. Mert eleve huncut voltam, mert a Dagnos kisfiúnak direkte vicces jeleneteket írtam, amin aztán a közönség mert is nevetni, és ott szakadt át igaziból bennük az a gát, amit beérkezve, a színházba érkezve hoztak, aki hozott. De volt olyan barátom, aki például újságíró volt, és azt mondta, hogy utóbb bevallja, hogy péntek volt, és hogy most Kriszta miatt jó, eljön, de hogy én most elcseszem az ő péntekét. És azt mondta, hogy megtelt a szíve, ott ölelgette utána a Dagnos főszereplőt. Szóval igen, egy színház nagyon sokat tud tenni, egy színház is adni. Igen, csak ugye az a baj, hogy persze ő ismertség vagy ismerettség miatt, de általában ezekre az előadásokra azok mennek el, akik amúgy se zárkóznak el teljesen, nem? Vagy ezt rosszul látom? Hát van olyan, aki nagyon elzárkózik, az valószínűleg nem megy el. Hát nem, én hiszek a sorsban, tehát hogy mindenki valahol kap az életben feladatot, vagy kap olyan lehetőséget, hogy nyissa a szívét. Ha neki csak az egészségesre kell nyitni, az se kevés, egymást elfogadnunk. Hát akkor, utána meg könnyebb a mást is elfogadni. Hát igaziból ott kezdődik szerintem, hogy saját magunkat fogadjuk el, és hogyha magunkat elfogadjuk, akkor vagyunk képesek másokat is elfogadni. De ilyen események, mindez az esélyegyenlőségi nap is, ezen segítenek. Ez rengeteget, úgyhogy én hálás vagyok az Adinak, és tartsák meg a jó szokásukat, és szervezzék ezt még, vagy 100 évig. Legyen az a végszó. Köszönöm szépen. Én is.